Véradó ágyak kerültek a TV Eger stúdiójába, a híradós asztalt pedig a vérellátó munkatársai foglalhatták el. Az adventi véradásra ellátogató egriek egy élő televíziós műsor részesei lehettek. Ettől hangulatosabb és hatékonyabb esemény nem is lehetne felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az ünnepek előtt bizony a tartalékokat fel kell tölteni, hiszen a gyógyítás az folytatódik karácsony előtt, alatt és után is. A tévés viradás 5. alkalommal valósult meg a Vöröskereszt és a vérellátó állomás segítségével. Idén megdőlt a részvételi rekord, egy hiány 100-an jelentkeztek, közülük 91-en adhattak vért az orvosi vizsgálat után. Sokan rendszeres véradók, de olyan is akadt, aki nemrég még maga is vérkészítményre szorult. Örülök, hogy ennyien eljöttek. Látom a sort, és ez nagyon jó esik, mert például nemrég én rajtam segítettek az emberek. A donorok kígyózó sort alkottak a TV Eger folyosóján, egészen késő estig jöttek az önkéntesek. Segítségüket ajándékkal köszönték meg a szervezők. Évente kétszer szervezünk véradást, egyszer nyáron és egyszer ilyenkor az adventi időszakban, és annak is nagyon örülünk, hogy helyben egy olyan összefogást tud kibontakozni, ami ennyire sikeressé teszi ezt a programot. A Vöröskereszt a következő hetekben több helyszínen is szervez adventi véradást azzal a mottóval, hogy legyen ez idén a legkülönlegesebb ajándék, segítsünk együtt.